Ismét BL győztes lett a Győr női kézilabda csapata. Drámai volt a küzdelem. Egy 20-20-as döntetlen után ugyanis a hosszabbítás utolsó 20 másodpercében dőlt el, hogy kié lesz a kupa. Ekkor ugyanis 27-26-os állásnál hatalmasat védett kapusunk Kis Éva, így lett kupa győztesi már negyedszer is a győri Audi Eto. A játékosok és az edző szerint a legtöbb a csapatmunkán és a csapat összetartásán múlott. A győzelem utáni pillanatok, örömünnep, újongás. Ezeket a felvételeket egy néző készítette. A győzelmet azonban hihetetlen küzdelem előzte meg. Nem csak a szurkolók, de a csapattagok is extázisban voltak a hosszabbítás utolsó perceiben. Ekkor védett hatalmasat Kis Éva. Pál Tamara most még csak kerettagként nézte végig a meccset, de alig bírta az izgalmakat. Hát én konkrétan, nem is tudtam már, hogy mit csináljak, már a földet fertem, már ordítottam, egyszerűen meg is szédültem, akkorát ordítottam. Szinte mindegyik játékos a csapat összetartást és a csapat szellemet tartotta a győzelem titkának. Akkor is hittünk benne, amikor nyomás alá kerültünk. Az volt valószínűleg a titok, hogy összetart a csapat és igyekszik felhozni magát. Mi mindig pozitívan gondolkodunk, és úgy mentünk most is ki, meg tegnap is a pályára, hogy itt nyernünk kell, nincs más út. Én nagyon büszke vagyok a lányokra, tényleg nagyon, nagyon kemény év volt ez, és tényleg az, amit itt megcsináltak, hát ez hihetetlen. Az edző Ambros Martin már negyedszer vezette BL győzelemre a csapatot. And the trust. Bíztam a csapat összes játékosában, fantasztikusan dolgozott mindkét csapat. A sport valahogyan mindig visszaadja a befektetett energiát. Pignicki Krisztina volt válogatott játékos, vasárnap szakkommentátorként izgulta végig a meccset. Kis Éva maga az utolsó védéséről azt mondta, ez zicser védés volt, kötelező volt megfogni. A hozzáértők szerint ezt így kell védeni, tehát támadni a lövőkezet. Laikusok szerint meg ez bravúr. Úgy gondolom mind a kettő, tehát ne vegyük el az Évitől az érdemet, mindenképpen ő segítette a végső győzelemhez a csapatot. Itt pedig már az utánpótlás. A fiatalok vasárnap élőben a helyszínen nézték végig a BL döntőt. Klujber Katrin azt mondja, mindig az motoszkál benne, hogy olyan szeretne lenni, mint Görvic Anita. A meccset meg persze ő is végig izgulta. Nagyon izgultam, és nagyon szurkoltunk a Győrnek, hogy nyerjék meg ezt a BL-t, és tényleg mindenki remegett kezünk, lábunk. A győztes csapatot már vasárnap is nagyon sokan éltették, hétfő este pedig újabb ünneplés vár rájuk, Győrben fogadják őket a szurkolók.